Dombói várt azt 1310-ben említik először az írott források. 1316-ban kerül Károly Róbert kezére, aki 1326-ban cseréli el Csák Péter fialival, és innentől kezdve van a dombai család őseinek a birtokában, és a dombai családnak a kezén marad egész a 16. század elejéig. A család kihalása után a Verbőc István ítélőmester kezébe kerül majd, vagy nem, néhány évvel később a törökök szerzik meg, akik a 17. század végéig birtokolják. És a török kiűzése után Eszterházy Pál herceg szerzi meg, és itt egy részletes leírás készült az újonnan megszerzett várról, amelynek alapján a kutatásnak a határait, illetve az egész ásatást ez alapján tudtuk elkezdeni. A 5 kutatóárkot, 2 szondát és 2 szelvényt nyitottunk az ásatás, az idei ásatás során, és így gyakorlatilag 6 hét alatt ezeket tartuk föl. Hát ami az elsődleges fontossága, vagy elsődleges célja volt ugye ezeknek a szelvényeknek, illetve a kutatóárkoknak, az, hogy a várnak a kiterjedését körül tudjuk határolni, a főbb falakat, illetve főbb építményeknek az alapozásait megtaláljuk, ezeket sikerült is megtalálni minden esetben, ezek voltak a legfontosabb céljaink. A leletanyag, ami ehhez kapcsolódik, az részben ugye az építkezésekből, falakból származó faragott kövek, illetve különböző építészeti elemek voltak, amelyek ezekhez köthetőek. Egyébként pedig hát a mindennapi életnek a használati tárgyai kerültek elő nagy számban, mind a késő középkorból, mind pedig ugye a dombaiak idejéből, mind pedig a török korból. Tavaly évet sikeresen zártunk, és azokat a kérdéseket, amelyeket a munkálatok megkezdés előtt feltettünk, azokra nagyrészt sikerült is válaszolnunk. A tavalyi év folyamán 5 kutatóárkot, 2 szelvényt és 2 szondát nyitottunk a várnak a különböző pontjain. Az volt a célunk, hogy a várnak a kiterjedését, illetve a főbb építési periódusait meghatározzuk. Ezeket sikerült is elérnünk. Ezek szerint a vár az nagyjából 55x45 méter kiterjedésű volt, és 5 főbb építési periódus sikerült elkülönítenünk. A legelső időszakában a vár az feltehetően egy téglalap alakú udvarból és az északi oldalon egy beépített palotaszárnyból állt. Későbbiekben a déli oldalon fölépítettek egy nagy termet, illetve a nyugati oldalon egy kaputornyot. Ezt követően a keleti oldalon egy gótikus függőfolyosót építhettek fel, amelynek a maradványai a mögöttem álló falcsonkon még látszódnak is. Ez a folyosó szerepel Kelec Mihály leírásában is. Az idei évben a déli palotaszárnynak a kutatását folytatjuk. Itt elsősorban műemlékvédelmi és állagmegóvási problémák vetődtek fel, ugyanis a mögöttem álló pillérnek a megerősítés és állagmegóvása aktuálissá vált. Úgyhogy olyan építészeti adatokat szeretnénk kapni a déli palotaszárnynak a keleti oldaláról, amelyek segíthetnek ennek a pillérnek a megőrzésében, illetve konzerválásában. A tavalyi év folyamán megkezdtük a vár nyugati oldalán az egykori kaputorony alapozásának a feltárását, azonban ezt már nem tudtuk befejezni. Ugye ezeket a munkálatokat az idején folytatjuk. Az utolsó nagy átépítéskor a toronyhoz hozzátoldott elővédműnek a feltárását végezzük jelenleg is. A Szegedi Tudományegyetemnek a régész hallgatói vesznek részt. Itt a mellettem látható délkeleti pillér elég rossz állapotban van már, így a tavalyi és az idei évi feltárásoknak az egyik célja az, hogy a pillér állagmegóvását és műemléki helyreállítását elősegítsük, és
ezekhez régészeti adatokat szolgáltassunk. Az idei év folyamán a déli palota szárnynak a keleti oldalát szeretnénk olyan mértékben feltárni, hogy annak az építés története, illetve a főbb építési periódusai meghatározhatóak legyenek. Az idei ásatási szezonnak az a fő célja, hogy a déli palota szárnynak a keleti oldalát amennyire lehetséges feltárjuk, illetve tisztázzuk az épületnek a pontos alaprajzát, elhelyezkedését, továbbá a keleti, a várfal keleti oldalát feltárjuk, és az ott található rétegviszonyokat tisztázzuk. Az ásatási szezon befejeztével a feltárt szelvényeket geotextíliával fedjük le, és 20-30 cm vastag földréteggel takarjuk le, hogy a téli kifagyásoktól megóvjuk a falakat, illetve az különböző építményeknek a maradványait. Az ásatás kezdete óta, 2014 óta itt vagyok. Tehát az elejétől kezdve láttam az egész folyamatot. Én a várnak a tégláival foglalkozok, és a téglák vizsgálata lett az én területem. A vár területén található téglákra általában jellemző, hogy nagyon jó minőségűek, jól előkészített alapanyagból készültek és jól kiégetettek. Gyakorlatilag ez mind megfigyelhető, mind a törmelékrétegben, de hát ugye a feltárt falszakaszokban is. Az első periódusú falnak a tégláira jellemző, hogy ilyen kannelúrás felszínük van, illetve teljesen domború tetejű kialakításuk. Ez az első periódusú várfalban végig megfigyelhető. Az anyaguk jól kiégetett, az alapanyag jól előkészített, és ezek a jellegzetes téglák gyakorlatilag a vár egész területén megtalálhatók törmelékként is. Ezekből a típusú téglákból épült fel maga a téglalap alaprajzú vár. Maga a fal, ez úgy néz ki, hogy egy másfél sornyi tégla két oldalt fel lett falazva, és magába a falmagba pedig mindenféle rontott darabot, törött téglákat mind-mind beledobálták, vagy belerakták. Itt látható akkor az előbb említett első periódusú, vagy a legkorábbi várfalszakasz, és akkor menjünk tovább, ugorjunk 150, körülbelül 150 évet. Itt található már a legkésőbbi falszakasz, ami teljesen körülvette ezt a téglalap alakú várat. Ez a tégla is szintén kézivetésű, ugyanúgy egy fa formázó keretbe helyezik az alapanyagát, és kézzel vagy lehúzó léccel formázzák meg. Ezek a tégla típusok is ugyanúgy készülnek, tehát a készítés technológiában nincsen változás, viszont szabályos téglatestet formáznak, nincsenek egyéb különleges készítés technológiai jelei, nem úgy, mint a vár legkorábbi szakaszának. A Gólyavári ásatása 2016-ban kerültem ide, mint régész hallgatóként, a Szegedi Tudományi Egyetem nyári gyakorlata során, és itt az első évben az egész hónapot itt dolgoztam, és abban az évben volt szerencsém megkapni az itt előkerült törökkori kerámiaanyagot is feldolgozása, és ezt is választottam, mint szakdolgozati téma. A vár törökkori kerámiaanyagának nagy részét az úgynevezett délszláv jellegű kerámiaanyag adja. Az itt látható fazéktöredék is ennek egy példánya. A törökkorban a korábbi késő középkorra jellemző edényművesség után egy újabb
készítéstechnika lép fel, pont ezekhez a balkáni eredetű népcsoportokhoz köthetjük. Ezekre jellemző, hogy ezek kézikorongon készültek, még ugye a késő-középkorban, gyorskorongban többségben használatban. Továbbá a készítéstechnika mellett jellemző a különleges díszítés is ezeken a edényeken, ez esetben egy fazékon, különféle fogaskerék mintával díszítették, illetve előfordulnak hullámvonala és bepögödött mintákkal is díszített példányok. 2016 óta vagyok itt, most éppen középiskolás vagyok, és elhatároztam, hogy én is régész szeretnék lenni. Most éppen így nyári kis diákmunkám vagyok itt, de ez a téma, ez nagyon megragadott. Egyik legkiemelkedőbb leletem egy középkori aranygyűrű. Ezt itt álltam, figyeltem és láttam, hogy egyszer csak szép kis gyűrű előbukkant. Bencsik Bence vagyok, második évfolyamos régészhallgató, Szegedi Tudományegyetemen tanulok, és Békés Csabáról jöttem ide Dombóvárra ásni. Az ásatás tulajdonképpen egy kötelező gyakorlat, mégis teljesen örömmel jövök vissza, mert a társaság is jó, illetve gyorsan haladunk a munkával, látszik, hogy mit csinálunk, és miért csináljuk azt. 2018-ba kerültem ide, megszerettem a várost. A vár, ami itt van, ugyan olyan sok minden nem látszik belőle, de azt azért hagyd mondjam el, hogy előbb gondolkoztam azon, hogy ha ezek itt mind ki lesz, föl lesz tárva, ez meg lesz világítva, ez olyan multifunkcionális helyét tud válni, biztos vagyok benne, hogy az embereknek ez egy célja lesz, hogy ide kijöjjenek. Amikor így meg tudom érinteni a múltat. Csak így tudom kifejezni. Így megérintem a múltat. Összeköttetésbe kerülök a múlttal. Én nem vizuálok, hanem ez komoly. Az idei évben vagyok itt első alkalommal Dombóváron, és a kötelező nyári ásatási gyakorlatomat végzem. Termoluminescens kormeghatározásba kapcsolódtam bele, amikor a téglából mintát veszünk a laborba, és hát geofizikai módszerekkel próbáljuk meghatározni a téglák korát, és ez alapján keltezni a várat és egyes periódusait. Az idei évben folytattuk a korábbi évben megkezdett szelvényeknek a feltárását. Elsősorban a déli palotaszány területén, illetve a déli palotaszány előterében a várudvaron folytattuk a feltárást. Sajnos a 1702-es robbantás után történt nagyfokú pusztulás és folyamatos rongálás következtében nagyon kevés középkori rétegződésünk maradt meg. Ezeket próbáljuk feltárni, próbáljuk megtalálni a középkori várudvar kövezetét. Idén még az északi épületszányhoz a várudvar felől csatlakozó belső nyugati toronynak a feltárását folytattuk. Ott is elsősorban az építészeti részletek érdekeltek bennünket. Az idei évi terveink között szerepel, hogy roncsolásmentes régészeti módszerekkel elkezdjük kutatni a vár körül található egykori településnek a helyét. A középkori és korújkori település a várat félkör alakban vette körül. Szeretnénk a településnek a pontos kiterjedését meghatározni, illetve vannak szórványos írott adataink arról, hogy templomnak, dzsáminak, esetleg törökkori fürdőnek a maradványaira kell számítanunk. A mögöttünk látható műszer egy úgynevezett magnetométer, egy geofizikai mérőműszer, amellyel a föld alatt lévő régészeti jelenségek, a környezettől való mágneses eltérésének adatait tudjuk mérni. Ez a műszer nagyszerűen használható nagyobb egybefüggő területek, nagyobb összefüggő település szerkezetek vizsgálatánál,
és így roncsolásmentes módszerrel kaphatunk egy átfogó képet egy egykor létezett település belső szerkezetéről. Ez a pipa 2015-ben került elő. Felül ilyen cilinder formája van. A nyakán roválkolt díszítés fut végig. Az ásatáson 2018-ig 18 darab pipa került elő. Dombóváron balkáni katonaság táborozott a várban, és kevés a török. Rukn áll szálhelye, ez van odaérva. Jobb oldalon pedig a készítő neve szerepel, Ibrahim Bande, ezt magyarra fordítva, vagy Ibrahim rabszolga, vagy Ibrahim alárendelt, tehát jelent. 2014 óta végzünk régészeti feltárásokat a vár területén. A középkori erősségnek az eddig ismert kiterjedésének nagyjából a 23-24%-át tártuk fel eddig. 2021-ben 5 hetet töltünk terepen. Ez az idő alatt újra kibontottuk azokat a szelvényeket, amelyek a déli épületszárny területén, illetve a keleti várfal mentén lettek megnyitva az elmúlt években, valamint a vár nyugati oldalán, az úgynevezett nyugati belső torony területén, szintén a korábbi években megnyitott szelvényekben dolgoztunk. Itt voltak olyan kérdések, elsősorban építészeti jellegűek, amelyeknek a megoldását az idénre tűztük ki célul. Ezen kívül újra megnyitottuk a vár északnyugati és délnyugati saroktornyára nyitott szelvényeinket, amelyeknek a kibontását az előző években még nem sikerült befejeznünk. Elmúlt évek során kialakult összkép az nem sokat változott, viszont számos részlet az még továbbra is ismeretlen a számunkra, illetve számos ponton számítunk arra, hogy további ismeretlen adatokat tudunk gyűjteni. Elsősorban a vár építésére vonatkozóan